Sziasztok! Instagramon megszavaztátok, ezért a Curly Girl Method-del kapcsolatos videómmal térek vissza, amely a göndörhaj ápolására vonatkozó tippeket tartalmazó módszert jelenti. Igazából egy könyvvel indult még elég jó régen, nem tudom, hogy pontosan hányban adták ki, de könyvformátumban adott valaki tippeket a göndörhaj ápolására vonatkozóan, és ez valamikor olyan 2-3 évvel ezelőtt egy igazi divattá nőtte ki magát, és manapság már rengeteg videót, bejegyzést, Instagram bejegyzést, egyebet találtok a témában, és én is elmélyedtem ebben, méghozzá Boginak köszönhetően, aki nagyon jó barátnőm, és szintén vannak videói, majd lesz link a leírásban a csatornájához, és nagyon köszönöm neki innen is azt, hogy ezt az egész módszert feltárta előttem, és érdekes módon én is úgy kezdtem, mint ahogy észrevettem mindenki más, szkeptikusan, és azt gondoltam, hogy hát oké, rendben, néhány lépést biztos érdemes követni belőle, de azért nem kell ezt annyira szentírásként kezelni, és valóban igaz ez, mert vannak dolgok, amelyeket nem úgy teszek, ahogy a módszer javasolja, viszont a nagyobb, fontosabb tengelyek mentén érdemes igenis elindulni, mert végül is az hoz majd eredményt. A késedelmem oka pedig az, hogy hát talán láthatjátok az Instagram bejegyzéseimben, még hosszabb volt a hajam egy pár hete, aztán egy mondjuk úgy, hogy félreértés nyomán nagyon érdekes frizurát kaptam a fodrászomtól, és végül is elmentem egy másikhoz, és így most megint rövidebb a hajam. Ennek egyébként nagyon nem örülök, mert legalább másfél év munkája volt abban, hogy végre hosszú volt a hajam, és a hossza ellenére is egészségesnek volt mondható, és a baleset előtt egyébként ezzel a fodrásszal is megegyeztünk abban, hogy milyen szép, egészséges a hajam, tehát ő is tudja tanúsítani, hogy ez a módszer igenis beválik, és igenis érdemes ezt követni. Csak hát a fazon az nagyon nem volt előnyös sem a göndörhajamhoz, sem pedig úgy magamhoz, vagy ahhoz, amit kértem. Mindegy, ez van, ez történt, megnő majd újra, túl vagyok jó nagy hisztin egy néhányon. Köszönöm annak, aki meghallgatta, amikor ez frissiben történt, mert nagyon sokat jelentett, hogy meghallgattatok. Szia Claudia, szia Bogi, és hát most ez van. Most megint rövid a hajam, viszonylag rövidebb a hajam, azért jóval hosszabb volt már, és nagyon-nagyon szerettem, viszont így aztán újra igazán egészségesen tudom majd újra megnöveszteni. Na de mi is ennek a módszernek a lényege, vagy honnan is kezdjem el a mesélést, igazából nem is tudom, de azt hiszem, hogy kezdem az én történetemmel, hogy én hogyan álltam ehhez az egészhez, és hogyan kezdtem ebbe bele. Nos, először is, mint oly sokan, szkeptikus voltam, és nem akartam lecserélni meglévő termékeket csak azért, hogy ebbe a módszerbe belefogjak. Úgy voltam vele, hogy igenis biztosan csak arról van szó, hogy a mozdulatok, ez a fölfele mozgatás, ugye a tincseknek a masszírozás, a szárítási módszer, és ezek jelentik azt a nagy változást a hajban, amelyet szeretnék elérni. Úgyhogy voltak termékeim, amelyektől nem szerettem volna megválni, és úgy voltam vele, hogy majd velük kezdek ebbe bele, és igenis bebizonyítom, hogy csak a mozdulatok és a módszer a fontos. De ezt egészen odáig el tudtam vinni, hogy még rendeltem is nem ennek a módszernek megfelelő termékeket, hogy én ezt a teóriámat alátámasztam, és bebizonyítsam, hogy igenis nem a termékek a fontosak, hanem hogy hogyan bánunk a hajjal. Úgyhogy tudok majd nektek mutatni olyan termékeket, amelyek megvoltak, nem akartam tőlük megválni, kipróbáltam, nem váltak be, de olyanokat is, amelyeket direkt azért szereztem be, hogy én majd megdöntsem ezt az egész elméletet, és így nem váltak be, és végül is jó irányba tereltek aztán. Nem tudom egyébként, hogy ez mire vezethető vissza, de tényleg azt látom, hogy mindenki így kezdi, hogy oké, rendben, ez tök érdekes, mert hát ott van egy lány, akinek szinte egyenes volt a haja, most meg majdnem, hogy már göndör, vagy legalábbis nagyon hullámos, és hogy ezt hogy is érte el, hát ki kéne próbálni, de biztos nincs igaza, biztos csak úgy mondja a dolgokat, szóval érdekes ez a szkepticizmus, és ez az első tévhit ezzel a módszerrel kapcsolatban. A második tévhit, amit látok mindenkinél, hogy attól, hogy mi ezeket a termékeket a hajba bevisszük, és rajta hagyjuk, és úgy szárad meg, beszélek itt ugye a hajhabról, a zseléről, sőt aztán újra a hajhabról, majd ezt el fogom mondani. Mindenki azt gondolja, hogy a haj majd ilyen ragacsos és kemény lesz, és nem jó hozzáérni, és már pedig ez biztos, hogy nem jó módszer, mert ez csak rosszra vihet. Emiatt most megmutatom a még kilopogtatás előtti hajamat, az látszik, hogy egy picit merevek a tincsek, mert a hajhabnak és a zselének köszönhetően jobban megtartják az alakjukat, ugyanakkor, mint látjátok, rugalmasak is, és fényesek, és egyáltalán nem ragacsosak, úgyhogy ez a tévhit abszolút megdőlt, legalábbis nálam. Másodszor pedig itt van a már úgymond kiropogtatás utáni hajam, amelyet láthattok, hogy ruganyos, szép a fénye, jó hozzáérni, egyáltalán nem ragad, úgyhogy ez is alátámasztja azt, hogy nem, nincs arról szó, hogyha a megfelelő termékeket használjuk, akkor a hajhab és a hajzselé nem fogja elnehezíteni, nem fogja sem ragacsossá, sem pedig keményé tenni a hajat, hanem igenis egy nagyon kellemesen érinthető végeredményt kapunk. No és akkor most lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy egy kicsit így ugrálok a témában, de higgyétek, hogy a végén értelmet fog nyerni az egész, hogy miért is így csinálom. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy hogyan álltam neki ennek az egésznek. Ugye voltak a termékeim, én nem voltam hajlandó erre most pénzt kiadni, hogy kipróbáljam, hogy hogy is van. Megtettem ugye az első ilyen göndör hajmosásomat, és akkor valóban szerencsém volt, ugyanis az Yves Rocher-nak a hajápoló szérumja, amelyről kedvences videóban már ömlengtem többször is, valóban teljesen jól használható ehhez a módszerhez, úgyhogy azzal csináltam meg, teljesen elégedett voltam, ezt láthattátok is a videóban. Igazából a mostanihoz nagyon hasonló eredményt értem el, csak aztán ez elfogyott, és akkor jött az, hogy hogyan tovább és mit is tegyek, és akkor jött az, hogy csak hajhab, meg csak meglévő hajpakolás, és végül is göndör volt a hajam, de nem az a fajta göndör, amit én szeretek és megszerettem. Ugye ez a tincses, valóban loknikat magában foglaló fényes haj, hanem inkább ez a kócosabb, úgymond rockstárosabb haj. Majd keresek egy képet és be fogom ide illeszteni, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Tehát alapvetően inkább kifésült a haj, nincsenek ilyen egybefüggő loknik. Göndör összességében és nagy volumenű, aminek ugye megvannak az előnyei, de nem ilyen, mint most. Úgyhogy kénytelen voltam elindulni, ugye egyrészt abba az irányba, hogy jó, akkor lássuk az ehhez a módszerhez kipróbált és kitalált termékeket, másrészt pedig, hogy hát ha alá tudom támasztani azt, hogy ez az egész egy hülyeség, és bármilyen termékkel elérhetjük a kívánt hatást, és ekkor szereztem be két-két terméket. Az első kettőt a curlygirl.hu webáruházból, ehhez majd lesz link a leírásban, illetve az adott termékeket is kikeresem, hogyha meg tudom őket találni. Az egyik a híres neves Cantu Shea Butter Moisturizing Curl Activator Cream, tehát igazából a göndörfürtöket aktiváló krémről van szó, és ilyen nagyon érdekes, hogy kiöblítést nem igénylő balzsamszerű, amely egyben aktiválja a tincseket is, és egyébként nagyon kellemes, de számomra kicsit talán túl édes kókuszos illata van, kókuszos seavajas, tehát nyilván a seavaj akar lenni, de nekem ez az édes kókusz illat sejlik fel, amelyet én ugyebár nem szeretek. Minden esetre viszonylag jól működik a hajon, de nem tudom, egy kicsit elnehezíti, nem tudom olyan kis mennyiségben feltenni, hogy pont jó legyen, nem lesznek ennyire fényesek és különállóak valahogy a tincsek vele, úgyhogy be is vált, meg nem is, és egyébként pedig visszajelzés lenne a cégnek, de úgysem nézi, hiszen amerikai gondolom, tehát nem fogja érdekelni egy magyar bloggernek a véleménye, de olyan sűrű, hogy alig lehet kinyerni ebből a flakonból, tehát fejjel lefelé kell tárolnom, talán látjátok is, hogy itt az alján most emiatt nincs, mert fejjel lefelé volt, hogy ez miért nem tégelyes, sokkal könnyebb lenne úgy kezelni a mennyiséget is, ugye belenyúlva, érezve, sokkal logikusabb lenne az egész, úgyhogy így nem tudom. Tehát ez nem egy rossz termék, csak aztán volt egy másik, amelyről majd mindjárt szó lesz, amelyet alapvetően nem erre találtak ki, és mégis sokkal jobban bevált erre a célra, úgyhogy azóta ezt így nem is igazán vettem elő. Nem tudom, hogy fogok-e még majd vele kísérletezni, vagy mi lesz a sorsa, de minden esetre nekem annyira nagy kedvenc nem lett. A másik pedig az Ecoslay Orange Marmalade, vagyis ugye narancslekvár nevű hajzselé, amely alapvetően nagyon jó kellene, hogy legyen, mert lemagolajjal és aloe vera kivonattal készül, és ez is ugye a tincseket hivatott jobban kiemelni, és alapvetően hajzseléként kéne működnie. Nos, nekem abszolút nem sikerült sem ezt a sem ezt a forma megtartó dolgot előidéznem vele, sem pedig utána ezt a fényes tincses dolgot elérni, hanem nem igazán tartja meg a tincseket szárítás közben, tehát nem lesznek ilyen szép loknisak, hanem sokkal inkább kinyúltak a tincsek vele, illetve az úgynevezett kiropogtatás után ezzel nem lesznek egybefüggő tincsek, hanem egy ilyen kócos, szöszös hatást érek el, akármilyen balzsammal próbálkozom előtte, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon nem vált be, és még egy dolog, amely miatt abszolút nem szeretem, az az, hogy hűtőben kell tárolni. És ezt így a weboldalon én nem láttam őszintén, szóval lehet, hogy ott van valahol, de nekem nem tűnt fel, viszont rá van írva a termékre. Na most, hogyha hűtőben kell tárolni, az nyilván nem a fürdőszobában van. Nem vagyok olyan felkészült, hogy előre oda készítsek minden terméket a hajmosáshoz, minden más ugye ott van a kád szélén, vagy a szekrényben, ezért pedig külön ki kell menni. Na most, amikor én a mosás miatt tocsogó hajjal rohanok át a lakáson, ezért az eleve nem túl valószínű, tehát nem is szeretem ezt így használni emiatt, és hát nem tudom, lehet, hogy majd egyszer lesz egy fürdőszobám benne egy mini hűtővel, ahonnan könnyű lesz ezeket elővenni, de sem a hatása nem olyan, sem ez a tárolási dolog, hogy ezt én úgy igazán kedvencként tudnám kezelni, pedig az illata egyébként csodálatos, nagyon kellemes, fanyar, natúr kozmetikumokra jellemző narancsillata van. Az elméletet megdöntő dolog pedig ez a két Osis termék lett volna, az egyik az egy 4-es erősségű hajzselé, a másik pedig a göndösséget aktiváló 3-as erősségű, szintén zselészerű valami. Nos, ezekkel nem tudtam egybefüggő tincseket elérni, nem volt fényes a hajam, hanem ilyen inkább szétesett és rockstar-szerű, amely ugye az előző képen már látható volt. Emellett pedig másnapra olyan szinten szállt a hajam, hogy ugye először nyilván így ragadt mindenhez, tudjátok milyen a szállóhaj, az elektromosan feltöltődött haj, utána pedig jól lelapult, és nem tudtam vele mit kezdeni, és igazából harmadnap meg kellett mosnom, ami azért nagy dolog, mert egyébként 4-5, sőt van, hogy 6 napot is simán kibír a hajam, és 5-6 naposan is még vállalható, ehhez is most akkor ide teszek be képeket, hogy láthassátok, itt 5, illetve 6 naposan látható a hajam, abszolút még emberek közé tudtam vele menni, jól nézett ki, ezzel a két termékkel pedig maximum 2 nap, úgyhogy nagyon-nagyon nem vált be. Ezt a göndörség aktiválót, ezt így ki is szavazom, nem tudom, hogy mi lesz vele, ki fogja elhasználni, lehet, hogy a fodrásznak odaadom, hogy hát, ha ő tudja hasznosítani. A hajzselével pedig még kísérletezgetek, mert úgy tűnik, hogy ezzel a habzselé-hab technikával, amelyről mindjárt beszélni fogok, tud ez is együttműködni, és nem reménytelen a helyzet. Az összetevői egyébként nem feltétlenül felelnek meg ennek a göndörség módszernek, viszont úgy láttam, ugye egy év növesztés, ezzel a módszerrel növesztés alatt, hogy ezek az alkoholok, amelyek ugye tartósítószerként vannak a hajzselékben, amikor dörzsölöm a kezemen, már a nagy részük elillan, illetve nem károsították a hajamat, tehát valóban nagyon-nagyon jó minőségű, egészséges hajam volt annak ellenére, hogy a kedvenc hajzselém is tartalmaz ennek a módszernek nem megfelelő alkoholokat. És akkor térjünk ki az összetevőkre. Ugye az előző két terméknél, amelyeket a Curly Girl-t rendeltem, nem tértem ki az összetevőkre, hiszen ott van egy ilyen pecsét, hogyha ez a módszer által jóváhagyott termékről van szó, akkor ott a pecsét tudjuk, hogy megfelelőek az összetevői, nem kell nyomozni. De mi van akkor, hogyha nem tudjuk, hogy megfelelnek-e? Lehet keresgetni az interneten egyébként, ugye érdemes magyar blogokat, amiatt, hogy a helyben kapható termékek közül képben legyünk, hogy melyek felelnek meg ennek, mert a külföldiek nyilván tobzódhatnak a jobbnál jobb termékekben, nálunk viszont sajnos nem ez a helyzet, nem elkeserítő egyébként, de másrészt pedig a forgalmazó oldalán általában szerepel az összetevő lista. És ezt, hogyha kimásoljuk, mert szerencsénk van, hogy nem függőleges vonal választja el őket, hanem vessző, és beillesztjük a Curlsbot nevű weboldalon az összetevő listás kis mezőbe, akkor kiírja, hogy működhet-e ezzel a módszerrel, és jóvá hagyott-e úgymond ehhez a módszerhez, vagy vannak benne esetleg veszélyes, vagy még nem ismert összetevők. Úgy értem, hogy nem ismert, hogy még nem tudják róluk, hogy működhet-e ezzel a módszerrel, vagy esetleg károsítja a hajat. Tehát igazából nagyon-nagyon egyszerű, én azt nem mondanám, hogy így a boltban az ember kezdje el bepötyögni a rengeteg latin nevű összetevőt, de előzetes kutakodás során, például a DM kínálatában ugye rengeteg hajzselé van, meg is lepődtem. Egyébként beillesztettem az összetevő listába, és kiderült, hogy egyik Alverde hajzselé sem felel meg, mert káros összetevőket tartalmaz. Amúgy nem károsak, csak ehhez a módszerhez nem igazán szabad őket alkalmazni. Mondom, hogy ez nem szentírás, én sem akként kezelem őket, de azért igyekszem olyat találni, amely mondjuk megfelel ennek a módszernek, mert nagyon-nagyon jó és nagyon kedvező áru termékeket találhatunk megfelelő összetevőkkel. És akkor most következik az, hogy elmondom, hogy én hogyan kezelem a hajamat, és a hajmosás adott lépéseinél elmondom a már bevált termékeket, amelyek biztos, hogy nekem abszolút beváltak, és úgy tudtam növeszteni a hajamat, hogy nem károsodott, közben pedig ugye egy ideig még festettem is a hajamat, és nagyon-nagyon egészséges maradt a hajam a használatuk mellett. Elmondok majd minden módszert, minden tippet, minden icipici kis eszközt, amely hasznos lehet, és közben mondom, hogy mely termékek váltak be. Tehát innentől már csak olyan termékek lesznek, amelyek számomra kedvencekké váltak. Na és akkor kezdjük a legelején, a hajmosásnál, és nem tudom, hogy ki hogyan szokott hajat mosni. Én annyit tudok, hogy annak idején, amikor göndören hordtam a hajam, és meg sem közelítette ezt a göndörséget egyébként, akkor úgy voltam vele, hogy csak hajmosás előtt fésültem ki, és igazából sem hajmosás közben, sem utána napokig nem fésültem, úgyhogy azt a jelenséget már ismertem, amelyről mindjárt szó fog esni, hogy a fésülködés kihagyása miatt az ember hajmosás közben ijesztően sok hajat tud elveszíteni. Nos, azóta kiderült számomra, hogy nem érdemes a göndörhajat szárazon fésülni úgy egyáltalán, hanem hajmosás közben kell majd. Úgyhogy képzeljük el, hogy most a hajam már 6. napos, és már nem ennyire szép göndör, de ugye láttátok már, hogy azért még vállalhatóan göndör. Én ezt a hajat úgy fogom megmosni, hogy a kádba befejelek, tehát behajolok előrefelé, és így szoktam mostanában hajat mosni, mert így már hajmosás közben is arra bíztatom a hajamat, hogy előrefelé menjen, és ezzel, amikor így ugye normál helyzetben van hátrafelé és oldalra, akkor dúsabb lehet a hatás. Tehát előre dőlök a kádban, és nagyon fontos, hogy a hő használatát minél nagyobb mértékben kerülni kell, mind hajmosás közben, mind pedig hajszárítás közben egyébként. Tehát langyos vízzel szoktam hajat mosni, télen azért nem hideggel, mert nem akartam azért fázni, vagy fejbőrömet megfázatni, mert hogy ez a módszer szent és sérthetetlen, tehát nagyon langyos, majdnem meleg vízzel szoktam mosni télen. Most, hogy egyre jobb az idő, már nyilván inkább a hideg felé hajlok, és úgy mosom a hajamat, hogy csak a hajtövekhez teszek kevés sampont, ott habosítom fel, de nem úgy, hogy az egész hajamat kócolom, hanem csak a tövénél masszírozom a fejbőrömet, és igyekszem nem kócolni a hajmosás közben a hajamat. Vannak egyébként, akik azt is javasolják, hogy időről időre esetleg kondicionálóval, ugye hajbalzsammal mossunk hajat, tehát hogy szulfát, habzó dolgok egyáltalán ne érjék a hajat. Ezt én nem bírnám elviselni őszintén szóval, nekem kell az a megtisztítást adó érzés, kell az, hogy valóban frissnek és tisztának érezzem a fejbőrömet és a hajamat, és úgy vettem észre, hogy nagyon sok ezt a módszert követő személy szintén így gondolja ezt, hogy azért időről időre igenis szükség van alapos tisztítást adó hajmosásra. Ezzel, hogy én 6 naponta mosom a hajam, úgy érzem, hogy megengedhetem azt magamnak, hogy mindig samponnal mosom, nem károsítja így a hajamat. Az már durva lenne, hogyha mondjuk 2 naponta tenném ezt, akkor lehet, hogy elgondolkodnék azon, hogy néha balzsammal mosom a hajamat, de így én mindig sampont szoktam alkalmazni. És egyébként itt hadd fűzzem hozzá, hogy én magyarokat nem néztem, nem olvastam, csak a magyar göndörközösségnek voltam egy darabig a tagja Facebookon, tehát igazából ők is angolul használnak mindent, úgyhogy itt majd próbálom magyar szavakkal normálisan elmagyarázni, hogy mi hogyan történik, de alapvetően ugye az angol kifejezéseket ismerem. Ha gondoljátok, esetleg ezeket is belerakom, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Tudok majd javasolni videósokat, akik nagyon hasznos videókat készítenek, ők mind külföldiek lesznek, de ott lesznek a leírásban, akiket én elbírok viselni, mert nem túl picsogósak, már elnézést, hanem értelmesen mondják a dolgokat, és hasznos tanácsokat adnak. Lesz olyan is, akinek a haja abszolút nem stimmel az enyémben, mert neki gyönyörű, rendkívül göndörés, rendkívül sok haja van, és mégis nagyon sok tippje bejött nekem. Hogyha eszembe jut, hogy melyik tipp honnan van, akkor majd az adott személyt is megemlítem, de lesz link a leírásban az általam kedvelt és hasznosnak talált oldalakhoz. No és akkor a hajmosás az, amelynél meg sem néztem őszintén szólva, hogy a samponjaim megfelelnek-e ennek a módszernek, mert úgy vettem észre, hogy ennyit kibír a hajam, nem okoz károsodást az, hogy én habzó samponnal mosom. Az egyik bevált az Osis-nek a Miracle Nourish, tehát tápláló samponja, Persze nem tudom, hogy egy sampon hajmosás közben hogyan tud igazából táplálni, de az a lényeg, hogy nagyon kellemes az illata, nagyon jó az állaga, tisztít, ugyanakkor nem érzem azt, hogy ilyen túlságosan száraz lenne a hajam a használata után. Ezt szoktam az említett hajtőhöz felvitt módszerrel alkalmazni, és kétszer mosom meg a hajamat. Egyébként én egy mosást nem érzek elégnek. A másik pedig az Yves Rocher-nak a samponjai, ez most éppen egy színes, illetve színezett hajra való, hajfestékkel kezelt hajra való, de ettől függetlenül a jelenleg nem festett hajamra is abszolút beválik, úgyhogy ezt is nagyon jó szívvel ajánlom, nagyon kellemes illata van, tényleg ilyen naturkozmetikum, de egy kicsit így még inkább kellemes, normál samponra is emlékeztető illata vanna, és nagyon-nagyon bevált, az Yves Rocher samponokat nagyon szeretem. Van egyébként hajbalzsamom is, de azt még nem teszteltem, hogy működik-e ezzel a módszerrel, illetve nem néztem meg az összetevőket, remélem, hogy igen, illetve tervezem majd ugye újra rendelni az említett szérumot, mert az nagyon-nagyon bevált a hajamra mindenféle állapotában, és erre a göndör módszerre is abszolút jónak bizonyult. Amikor kiöblítettem a hajamból a sampont, ugye még mindig ott vagyok behajolva a kádba, egyébként nagyon kellemes kis jóga gyakorlat is egyben, akkor jön az, hogy felviszek egy valamilyen balzsamot vagy pakolást, ezt így szépen átmasszírozom, persze csak így kifele, tehát nem, ezt sem fogom kócolni a hajamba bele, hanem csak így a hosszára oszlatom el. Alapvetően ugye a samponnál úgy jártunk el, hogy a tőhöz vittük föl, és onnan oszlattuk el a haj hosszán, hogy a végeken, ahol ugye már nem él a haj, minél kevésbé szárító hatást érjen el. Balzsamnál és pakolásnál pedig pont az ellenkezőjét kell tenni, tehát a végekre kell először fölvinni a nagyját, és onnan fölfele oszlatni belőle, de mindvégig így simító mozdulatokkal szoktam eloszlatni a hajamon. És igazából itt jön egy olyan úgymond tudományos része ennek a módszernek, amelyet szintén nem követek, hanem így nagyjából igyekszem ráérezni a hajamból, hogy melyikre van szüksége, mert hogy vannak a hidratálást biztosító pakolások és hajbalzsamok, valamint vannak a fehérjét biztosító pakolások és hajbalzsamok. Egyébként így, hogy fehérje meg sem fogjátok találni, mert mindenki csak proteinnek hívja, de én akkor is fehérjének fogom hívni, tehát néha szüksége van a hajnak hidratálásra, néha pedig a fehérjére, és van olyan, hogy mind a kettőre. Igazából egy olyan ember van, akinél némi támpontot találtam arra, hogy hogyan állapítsam ezt meg, ő Courtney, lesz a csatornájához link a leírásban. Ő mutatott képet a saját hajáról, amelyet egyébként hasonlónak érzékelek az én hajamhoz, és ez alapján meg tudom állapítani, hogy most éppen túl sok volt a fehérje esetleg, és inkább a hidratálás irányába menjek el, vagy csak hidratálva volt, és hiányolja a fehérjét, és akkor most valami fehérje tartalmú pakolást tegyek fel a hajamra. Na most, ajánlani fogom a videóját, tényleg fogalma nincs, leginkább én ezt úgy alkalmazom, hogy teszek ebből is és abból is, és remélem, hogy jó volt az arány, és örülni fog a hajam neki, és általában ez be is szokott jönni. Közben madár felébredt, tehát lehetséges, hogy csodálatos hangjaival ismét meg fog minket ajándékozni. Fehérjét biztosító és garantáltan a módszernek megfelelő két dolog jön most, az egyik egy Ziaja, ez a kecsketeljes kondicionáló, amelynek nagyon jellegzetes retro testápoló illata van, így tudom kifejezni, tényleg azok a régi testápolók, amelyeknek még egyenillatuk volt, kellemes tisztaságillat, de egy kicsit talán túl erős, viszont maga a hatás az valami eszméletlen, tehát úgy pótolja a fehérjét a hajban, hogy közben már sejmes is a haj, tehát akár ezzel együtt is már kifésülhetném a hajamat, de általában ezzel csak pakolni szoktam, rajta hagyom egy néhány percet, amikor esetleg itthon éppen dolgoznom kell, akkor szoktam olyat tenni, hogy viszonylag kicsavart, óvatosan kicsavart hajra viszek fel belőle, és hagyom mondjuk egy órán át állni, és utána öblítem csak le, ez is nagyon jót szokott tenni, abszolút bevált, nagyon jól, tényleg tudom ajánlani, mindenki ajánlja, aki ennek a göndörmódszernek a híve, általában mindenkinek be is szokott válni, én a Ziaja Shopból rendeltem egyébként. A másik pedig egy Balea termék, tehát a DM saját márkás terméke, és nem a bio részlegen, hanem a sima hajápolási részlegen, ez az olajos regeneráló hajpakolás, amelynek csodálatos illata van. Olyasmi, mint a szalonokban, a fodrászszalonokban alkalmazott termékek illata, viszont visszafogottabb, egy picit púderesebb, eszméletlen nőzis illat, az a fajta, amelyet akár parfümben is el tudnék viselni. Egyébként Boginak, aki ugye ezen az egész úton elindított engem, pont hogy nem tetszik az illat, úgyhogy nagyon érdekes, hogy mennyire máshogy érzékeljük az illatokat, de nagyon-nagyon bevált ez is. Ez is már sejmessé teszi a hajat, tehát akár eközben is tudnám fésülni. Abszolút bevált és nagyon jó szívvel ajánlom, ehhez is lesz link a leírásban, egyébként az Ziajához is, hogy pontosan online hol tudjátok beszerezni. És akkor van itt még egy harmadik termék, amelyet teljesen ilyen partizán módon csak tipre rendeltem meg, mindenféle összetevő ellenőrzés nélkül, de később kiderült, hogy jól tettem, mert az összetevőket a módszer is jóvá hagyja, illetve nagyon bevált a hajamra. Én úgy érzem, hogy ez a balzsam, ez mind fehérjét, mind pedig hidratálást biztosít a hajam számára, tehát igazából, hogyha ki akarnám hagyni a hidratáló hajpakolást, de nem szoktam, akkor ezzel megúszhatnám egy lépésben a hajam ápolását. Ez az Organic Shop Moroccan Argan and Amla. Tehát az amla volt az, amely miatt megrendeltem. Ugye nekem voltak ajurvédikus szereim, arckrém, illetve tusfürdő, illetve volt sampon és fejbőrápoló olaj is, és onnan tudom, hogy az amla a henna mellett az egyik leghasznosabb indiai gyógynövény, vagy nem is tudom minek nevezzem, amely nagyon jót tesz a haj növekedésének is, illetve a már meglévő hajhossz ápolásának is, és ezt egyébként a Notinon rendeltem meg, de azt vettem észre, hogy ez a termék most megjelent, illetve nem ez a termék, ez a termékcsalád, ez a márka, megjelent most a DM kínálatában, úgyhogy lehetséges, hogy ott is megtaláljátok. Hogyha igen, illetve én is megtalálom a webáruházukban, akkor lesz hozzá link a leírásban, illetve a Notino áruház linkjét is mindenképpen biztosítani fogom. Nagyon bevált, az illata egyébként egy nagyon natúr jellegű, viszonylag erős, de nem zavaróan erős, de natúr jellegű, ilyen seavajas, de annál kellemesebb illat, így tudnám leírni, az állaga pedig egy átlag hajbalzsam állag. És akkor ajánlottam már két fehérjét biztosítót, egy olyat, amelyik a kettő között helyezkedik el, most pedig következik a csak hidratálást biztosítók termékem, amely már szerepelt kedvences videóban, amikor még nem ezt a göndör dolgot követtem, mert már akkor is nagyon szerettem, eszméletlen puha tőle a haj, táplált is, ugyanakkor hidratált is, könnyű kifésülni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Ez a Papayás Fructis Hair Food, ez egyébként kapható Rosszman DM Notino bárhol gyakorlatilag. Nagyon nagy kedvenc, az illata is, ugye a papája az egyik kedvenc illatom, régen volt a The Body Shopnak egy tusfürdője, azt is nagyon-nagyon szerettem, néha-néha visszatér, de már egy jó idején nem láttam sajnos. Na és akkor ez a hajpakolás a legjobb dolog a világon a göndörhajamhoz, legalábbis nekem nagyon bevált. Ugye még mindig ott vagyok a kádban, már megvolt a pakolás a fehérjével, most akkor ebből is teszek a hajamra. Egy olyan diónyi mennyiséget eloszlatok most ezen a hajhosszon, amikor még hosszabb volt, akkor egy kicsit többet nyilván, és így, hogy tocsog a víztől és ettől a hajpakolástól szoktam kifésülni a hajamat, majd mindjárt mutatom, hogy milyen hajkefét használok ehhez, és szépen átfésülöm a tövétől ugye a végig, igazából a terméket a végére vittem föl, de a fésülés közben a fésű, illetve kefe használatával az egész hajhosszon eloszlatom, hagyom kicsit hatni, és ekkor jön először az a nagyon fontos mozdulat, amelyre fogalmam nincs, hogy milyen magyar kifejezést használjak. Scrunchingnak mondják, ez az, amikor ugye lóg a kádban a csuromvizes hajam, és így fölfele nyomogatom, hogy ezáltal előhívjam belőle a göndörséget, és minél inkább a göndörség irányába vigyem a hajamat, és amíg hat ez a hajpakolás, így masszírozgatom a hajamat, persze ezt hamar meg szoktam unni, mert ebben a testhelyzetben lenni nem egy leányálom, de azért általában ezt is megteszem. De most akkor hozom a fésűket, mert azokat elfelejtettem. Kettő is van, amelyik nagyon-nagyon bevált, illetve egy harmadik, amelyik szintén jó lenne, csak folyton elejtem. No, akkor legyen az az első, amelyik bevált volna, és a régen a legnagyobb kedvencem volt, de folyton elejtem így, hogy vizesen próbálom ugye kifésülni a hajamat. Ez pedig ez a kis kefe, amelyet el nem tudok már képzelni, hogy honnan rendeltem, de azt tudom, hogy rendelnem kellett annak idején, külföldi oldalról, talán az Egyesült Királyságból, viszont ki tudom nektek keresni a bejegyzést, ahol írok róla, mert hogy nagyon-nagyon bevált és nagyon szerettem, csak ugye azzal, hogy spóroltak a nyéllel, igazából egy lépéssel már előbbre járnak a sima Tangle Teezernél, amelyiknek nincs is nyele, és azt még inkább elejtem, de hogyha már raktak rá nyelet, akkor nem tudom, hogy miért nem raktak rá nagyobb nyelet, úgyhogy jó egyébként egy ilyen jellegű kefe is, csak éppen nekem nem vált be a vizes fésüléshez. Van viszont kettő, amely abszolút módon bevált, és óriási kedvenc. Az egyik a Tangle Teezernek a nyéllel rendelkező fenomenális felfedezést és feltalálást magában foglaló hajkeféje. Nem tudom, hogy miért nem eleve nyéllel készítik a keféiket, mert sokkal inkább használhatóak így. Ezt direkt vizes hajbontáshoz találták ki. Én ezt a Pink Panda áruházból rendeltem, de Notinon is kapható, onnan is van egy másik példányom belőle, úgyhogy mind a kettő helyről lesz hozzá link. A másik pedig a nagyon közeli rokona az Ebelin, vagyis DM saját márkás hajkefe, amely ugyanúgy bevált, igazából alig-alig érzek különbséget köztük, használatban semmit, kinézetre igen, tehát láthatóak a kefe hajlatai, kicsit másmilyenek a sörték, de egyébként használat közben ugyanazt az élményt és hatást gyakorolják a hajamon, úgyhogy abszolút bevált mind a kettő. Ezt a feketét valamiért karácsony után leáraszták a DM-ben, úgyhogy valami nagyon nevetséges áron, talán 1300 forintért tudtam beszerezni. Most feketét nem láttam belőle, viszont láttam csodálatos kékes-zöld színt, úgyhogy érdemes esetleg megnézni, ilyen aventurin jellegű színe van, gyönyörűséges. Úgyhogy ez a kettő lett az abszolút kedvencem, mert vizes kézzel is biztonságosan tudom fogni, és nem fog ugye kiesni a kezemből hajbontás közben. Egyébként amióta ezt a módszert használom, nem úgy kell elképzelni a hajbontást, hogy tépem a hajam, vagy hogy óriási csomók vannak benne, sőt, általában könnyen siklik a kefe a hajamban, de azért egy-két kisebb csomó előfordul. Főleg azt vettem észre, hogy tarkótájékon hajlamos összegubancolódni a haj, és azért ilyenkor, hogyha elakad egy nyél nélkül, vagy alig nyéllel ellátott hajkefe, akkor az ki tud esni a kézből, és kádban landol a kefe, és a fene akarja ezt az egészet, úgyhogy jó az, hogy van nyél a kefének, csak nem értem, hogy miért kellett ezt úgy előadni, mint hogy ez valami forradalmi dolog lenne a hajkeféknek, legyen nyele, szerintem. Miután hatott ez a csoda a hajamon, újra kiöblítem a hajamat, és már csak egy nagyon-nagyon kevés mennyiséget fogok ebből a termékből venni. Kiöblítem a hajamat, és tocsogva vizesen hagyom, és akkor teszek ebből már csak egy mogyorónyi mennyiséget a kezemre, a kezemen szépen eloszlatom, és végig simítom az egész hajamon, majd elkezdem újra ezeket a fölfelé nyomogató mozdulatokat, hogy az én kis lokniaimat elő tudjam csalogatni. És ekkor van az, hogy nyomogatom egy darabig, és annyit én azért meg szoktam tenni hosszabb hajnál, talán már nem kell, csak ugye most majdnem elértem oda, hogy ezt megtapasztaljam, de megfosztottak ettől, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, de emiatt, hogy most viszonylag rövidebb a hajam, a tarkomnál szoktam így oldalra is húzni a tincseket, és utána fölnyomogatni, mert különben hátul olyan nagyon furán áll az egész, de így egy egész jó hatást tudok elérni. És akkor ott vagyok, tocsog a hajam, benne már ezzel a nagyon kevés kis hair fooddal, és nyomogálom fölfelé a tincseket, és ekkor következik az, hogy bevettem a kedvenc törölközőmet, amelyet szintén kint hagytam, úgyhogy most kimegyek érte. És akkor itt következik az a nagyon fontos, és valóban szigorúan betartandó szabály, hogy nem használunk hagyományos törölközőt, és nem dörzsöljük a hajat szárítás közben. A hagyományos törölközőnek ezek a kis hurok részei eleve károsítják a hajat, még akkor is, hogyha ennek a módszernek megfelelő mozdulatokkal alkalmazzuk. Ha dörzsöljük, akkor pedig végképp szegény hajat abszolút tönkre tesszük vele, szóval erről abszolút le kell szokni. Viszont vannak ezek a csodálatos, über nagyon-nagyon-nagyon jó törölközők, amelyek mikroszálasak. Tehát igazából egy óriási mikroszálas törlőkendőt képzeljetek el, abszolút olyan, mint amivel én takarítani is szoktam. És ez a Decathlonban volt kapható. Hát most ennek mi a neve? Azt valaki mondja meg. Nabaiji, talán Nabaiji a márkája. És hát egy ilyen random méretet vettem meg, de ez eléggé be is vált. Ez a legnagyobb utáni, második legnagyobb. És azért ezt választottam, hogyha később esetleg majd színezem a hajamat, akkor ezen ne hagyjon nyomot, mert a többi az ilyen kis babakék, meg babarózsaszín, barbi rózsaszín, tehát ilyen nagyon szép színek, csak éppen nem akartam, hogy a színezett hajam esetleg megfogja. És ez a világ legjobb találmánya, és mindenképpen fogok még egyet vásárolni belőle, hogy mindig legyen belőle tiszta, és tudjam használni. Nagyon-nagyon jó. Egyébként a mikroszálas dolgok mosásánál figyelni kell bizonyos dolgokra, nem szabad öblítőt használni például, mert akkor elvesztik ezt a net szívó hatásukat, illetve a porvonzó hatásukat. Úgyhogy én egy kanadai takarításban nagyon professzionális lánynak a videóját majd lent meg fogom adni, mert az alapján mosom a mikroszálas dolgaimat, és ez is már tényleg nagyon sok mosás után is még ugyanolyan jó, mint amikor elkezdtem használni. És miért elmondom, hogy ezt most mire fogom használni ugye a kád fölött görnyedve, szeretnék egy csalódást is bemutatni, hogyha már így ebben a kategóriában a csalódásokat is elmondtam. Ez egy The Body Shop hajszárító törölköző lenne. Elvileg szintén mikroszálas, és elvileg szintén nagyon jó. Na most ezt ugyanúgy mostam, mint a másikat, amely sok mosás után is jó. És ugye hát nyilván a megérkezése után nem akartam mosás nélkül használni, tehát egy mosáson túl van, ezt el kell róla mondanom, de gyakorlatilag ez taszítja a vizet. Taszítja, nem, semmit nem csinál, abszolút nem szívja föl, taszítja a vizet. Ennek ugye az lett volna a lényege, hogy ilyen kis körbeölelősen, turbánosan föl lehet tenni a fejre, és akkor jaj, de jó, hogy közben szívja föl gyengéden a vizet a hajból, és ez a göndör módszerhez is jó kellene, hogy legyen, hát erre nem jó, viszont majd használni fogom arra, hogy amikor hajpakolás van a hajamon, akkor ráteszem ezt így, ugye, és ez hát nedvesen és melegen tartja majd a fejemet, mert ez brutálisan semmire nem jó, hogyha net szívásról van szó. Viszont ez igen, és ugye ott görnyedek, és tocsok ki a hajamból a víz és a hair food keveréke, és akkor ezzel így nagyon óvatosan és gyengéden elkezdem fölfelé nyomogatni a tincseimet. Tényleg csak így fölfele nyomogatom, nem szorítom össze az öklemet, csak nyomogatom fölfele nyitott tenyérrel, és ez szépen szívja fel ugye a felesleges nedvességet, közben pedig egyre jobban jönnek elő a göndör tincsek. Na most ennél a módszernél egyébként lehet használni levegőnszárítást is, de ahhoz nekem nem lenne türelmem, lehet, hogy nyáron imádni fogom, mert hogy melegem lesz és hűteni fog a hajam, de télen kizárt dolognak tartottam, hogy én így tegyek, úgyhogy én hajszárítót is szoktam alkalmazni, de először lássuk, hogy mi jön a tocsogóvizes hajra a hair food után. Nos, brutálisnak hangozhat, és én nem is gondoltam, hogy nekem ez fog beválni a vékony szálú hajamra, de abszolút ez vált be. Hab, zselé, hab technika következik. Ez azt jelenti, hogy ezt a három dolgot, tehát háromszor egymás után hajformázó terméket viszek bele a hajamba, illetve rá, és ez nem fogja keményé tenni, és nem fogja elnehezíteni, mint ahogy ezt láthattátok már a videó elején, úgyhogy nem kell tőle félni. Amikor elkezdtem ezt a módszert, akkor teljesen random vettem egy hajzselét, amely azóta is a legnagyobb kedvencem egyébként, valamint volt még itthon, őszintén szóval nem akarom megnézni, hogy mikori hajhab, Balea hajhab, és ezzel a kettővel álltam neki, és a lehető legjobban beváltak. Ez volt ez a hajhab, tényleg nem merem megnézni, hogy mikor járt esetleg le, de teljesen jó volt még az állaga, az illata, mindene, úgyhogy bátran használtam el. Ez ugye DM saját márkás szintén, hiszen Balea ez is, és 4-es erősségű volt, de sajnos elfogyott. Úgyhogy aggódtam is, hogy hogyan találok majd helyette, mert ez nagyon-nagyon jó volt, és volt olyan hajhab, amelyet kipróbáltam a hajamra, és annyira nem vált be, mint ez. Ez volt az, amelyik annyira nem vált be, ez egy Osis hajhab, nem rossz egyébként, tehát igazából nem reménytelen a helyzet, csak úgy éreztem, hogy nekem az a teljesítmény kell, amelyet ez a kis kék hajhab tudott biztosítani, és ez a rózsaszín nem egészen ért a nyomába. Igazából alig van elmaradva mögötte, tehát nem kell aggódni, ezt is nyugodtan lehet használni a módszerhez, nekem bevált, csak nem annyira, mint az. És akkor jött az, hogy utána olvastam, hogy a Balea hajhabok közül melyik felel meg. És ez úgy volt, hogy igazából talán valamikor ezt a cseresznyevirágosat olvastam, hogy valaki ajánlotta a magyar göndör közösségben. Facebook csoport egyébként, lesz hozzá link a leírásban, hasznos, lehet belépni. Viszont nem voltam benne biztos, hogy az volt-e, tehát az összes lehetséges Balea hajhabot és Alverdét is egyébként bevittem, ugye a Curlsbot oldalán az összetevő listát bevittem, és kiderült, hogy egyetlen egy hajhab van jelenleg a DM kínálatában, amely megfelel a kritériumoknak, és ráadásul cuki rózsaszín és jó az illata, úgyhogy ezt vásároltam meg. Ez pedig ez a baba rózsaszín csoda, amely keratinnal készül, és volument ad a hajnak, amit hogy mondanak, dússágot ad a hajnak, 4-es erősségű és cseresznyevirágos, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes az illata, és egyébként az átlag hajhabokhoz képest sokkal levegősebb és lágyabb az állaga, úgyhogy ezért is lehet jó ehhez a módszerhez, és ezért is lehet az, hogy nem teszi keményi a hajat, bár az előbb említett kék az kifejezetten sűrű volt, és mégsem tette keményi a hajat, úgyhogy ezt szereztem be, remélem, hogy sokáig kapható lesz, mert sajnos, hogyha valamiről én kijelentem, hogy a kedvencem, az meg szokott szűnni, úgyhogy ne haragudjatok, de most kimondom, hogy ez kedvenc lett, és abszolút bevált, és ugyanannyira jó, mint az előbb mutatott kék kis Balea. Tehát ekkor még mindig van bőven nedvesség a hajamban, úgyhogy ismét előveszem a kis törölközőmet, nem baj, hogy kicsit már vizes, megkeresem a szárazabb részeit, és ismét csak nyomogatom vele felfelé a hajamat, hogy kijöjjön belőle a felesleges nedvesség. És ekkor következik a hajzselé kérdése. Egyrészt ugye van a piros Osis, amelyet mutattam, és igazából bevált, mert már kísérleteztem vele. Másrészt viszont van egy nagyon olcsó Balea, amely alapvetően elvileg nem jóváhagyott, nekem viszont a legnagyobb kedvencemmé vált. Ez pedig ez a hajzselé, és van esély rá, hogy meg fog szűnni, mert a bebáruházban nem találtam legutóbb, lehet, hogy most megtalálom, és akkor lesz hozzá link a leírásban, viszont a boltban személyesen meg tudtam vásárolni, kemény 399 forintos áron egyébként, 5-ös erősségű hajzseléről van szó, nyilván az ember joggal fél attól, hogy kemény lesz tőle a haj, de nem lesz kemény, és van benne alkohol, ez az egyetlen dolog, amelyet nem hagy jóvá ez a módszer, viszont ugye említettem, hogy a kezemen így eloszlatom és dörzsölöm, és kicsit várok, hogy hadd illanjon el minél több alkohol belőle, és ekkor viszem föl a hajamra. Na most nagyon fontos az, hogy mind a hajhab, mind a zselé esetében én a tövekhez is szoktam így felvinni alulra és fölülre is belőle, utána pedig ilyen kis, hát ezt úgy mondják ugye, hogy imádkozó mozdulatokkal, de hívhatnánk mondjuk lapogatónak is, akkor nem ilyen vallással kapcsolatos kifejezés, lapogató mozdulatokkal oszlatom el a hajom, majd pedig ismét jön ez a fölfele mozgás, amelyet már oly sokszor mutattam, és egyre jobban jönnek elő a göndörtincsek a hajamból. Ekkor van az, hogy már hát így megállapítom, hogy mennyire nedves a hajam, általában már nem használom a törölközőt, hanem jön a diffúzoros hajszárító, amelyről volt annak idején még a blogon teszt, úgyhogy lesz hozzá link a leírásban, de ehhez a módszerhez is nagyon bevált. Ugye egy diffúziós Remington hajszárítót használok, és annyit kell tudni, hogy ugye, mint mondtam, elvileg kerülni kell a hőt. Tehát elvileg a leghidegebb fokozaton kellene a hajunkat a lehető legalacsonyabb sebességgel szárítanunk. Hát, hogyha én így szárítanám, egyrészt megfagynék télen, másrészt még az én vékony szálú hajam is mondjuk másfél órába telne, hogy megszáradjon. Úgyhogy a közepes fokozaton szoktam nagyon kevés ideig hővel kezelni a hajat, és utána megnyomom ezt a kis gombot, amelyel ugye hideg levegőt tudok előidézni a hajszárítóból, és ekkor hagyom így a gombot nyomba a hideg levegőt, hogy átjárja a hajamat, és így nem fagy le a fejbőröm, és nem tart másfél óráig a szárítás. Egyébként, hogyha valaki ráér és van türelme, akkor a közepes hőfokozat alacsonyabbik sebességén abszolút még annyira langyos csak a levegő, hogy nem fagy meg télen, de a haja is gyorsabban meg fog száradni, így olyan fél órába telt nekem megszárítani a hajamat, úgyhogy így is alkalmazható. Egyébként erről a hajszárítóról van szó, fogalmam nincs a pontos típus számáról, de a bejegyzésben biztosan megtaláljátok, és egy 12 000 forint körüli hajszárítóról van szó, és ennek ellenére nagyon-nagyon sokan ajánlják, hogy tényleg jó ehhez a módszerhez. Úgyhogy nagyon örültem, mert annak idején ezt tesztelésre kaptam, még a My Beauty Tools áruháztól, amely most már sajnos nem létezik, és hogy nem kellett új hajszárító után néznem, mert ez is van olyan jó teljesítményű és tudású, hogy megfelel ehhez a módszerhez. Na és amikor már úgy látom, hogy valóban feljebb ugrottak a tincsek, és már majdnem száraz a hajam, akkor félreteszem a hajszárítót, és ekkor jön az, hogy még egy réteget felviszek a hajhabból a hajamra. Összesen egyébként szerintem olyan 4 diónyi mennyiségről van szó egy alkalommal, tehát 4 diónyit felviszek a zselé előtt, a zseléből egy olyan török mogyorónyi méretűt, majd amikor itt tartok, akkor ismét egy 4 diónyi mennyiséget a hajhabból, és ismét csak figyelek arra, hogy a tőhöz is kerüljön, meg a haj teljes hosszára, és szépen fölfele megnyomogatom a hajam. Most nem akarom annyira, hogy nehogy a tincseknek baja essen, mert örülök, hogy elértem ezt a hatást. És ekkor jön az, hogy még egy icipicit átszárítom a közepes hőfokozat alacsonyabbik sebességfokozatán, és a maradékot már hagyom levegőn megszáradni. Ezt láthattátok a videó elején, hogy hogy néz ki ilyenkor a hajam, egy kicsit vizes hatású, kicsit jobban össze vannak tapadva a tincsek. Van, aki egyébként így is hordja, hogyha neki olyan az arcformája, hogy a haj fazonja, hogy jól áll neki, nem feltétlenül kell kiropogtatni, ekkor sem egy kemény dologról beszélünk. Egyébként ez az, amikor úgy mondják, hogy scrunch the crunch, hogy kiropogtatja belőle ezt a keménységet. Mivel nem kemény, ezért igazából nem így kéne hívni, de én kiropogtatásnak hívom ettől függetlenül. Ehhez a kiropogtatáshoz érdemes olajat használni. mert hogy ezzel még inkább bezárjuk a már a hajban lévő nedvességet, és védjük a további kiszáradástól, és 3 olaj vált be nekem teljes mértékben. Az egyik az Osinak a 3 Miracle Oil Reconstructor, amelynek fogalmam nincs, hogy van-e magyar neve, illetve hogy jók-e az összetevői ehhez a módszerhez, de nekem bevált, úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom. Avokádós, rendkívül jó illata van, amely akár még 3-4 nap múlva is érezhető a hajon, úgyhogy abszolút kedvenc lett. Az édes illatok kedvelőinek pedig itt van egy Balea, tehát ismét DM saját márkás és kedvező áru termék, amely kókuszolajjal készül, és nagyon kellemes illata van, tehát a kókuszos illatok közül is a kellemesek között van, és ez nagy szó tőlem, mert a kókuszos illatoktól általában véve óckodni szoktam, de ezt szeretem még én is, úgyhogy ez is abszolút jó, és erről tudom, hogy garantáltan jók az összetevői is. A harmadik pedig jojobaolaj, amely csak jojobaolajat tartalmaz, és a Notino áruházból rendeltem, és nagyon-nagyon kellemes az illata, szintén 3-4 napig abszolút érezhető még a hajon. Egy ilyen natúr ápoltság illat, de frissebb jellegű, mint a kókuszillat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. És bármelyiket is alkalmazom a kiropogtatáshoz, úgy szoktam, hogy pumpálok a kezembe 1-2-3 pumpányit, ezt követően jól eldörzsölöm a kezemben, majd pedig jöhetnek a ropogtató mozdulatok. És így szoktam kiropogtatni a hajamat, amely nem kemény és nem ragacsos. Illetve a másik dolog, amit megteszek szintén előrevetett hajjal, az az, hogy a haj tövénél egy icipicit megborzolom a hajat, mert ezzel volument tudok elérni. Mindig vannak ilyen kis partizántincsek, akik nem akarnak szót fogadni, és nem úgy néznek ki, ahogy szeretném őket, de alapvetően egyébként ezt a borzolásos technikát alkalmazom a hajmosás utáni napokon is, hogyha indulok valahova és szeretném, hogy a hajam ismét szép legyen. Nekem a frissítés másból nem is áll, tehát én a mosás utáni napokon semmilyen fajta terméket nem teszek a hajamra, kizárólag annyit teszek, hogy kiengedem a hajamat, és utána átborzolom a tövét, és vállalható a hajam. Mindjárt mondom, hogy miért engedem ki a hajamat. Vannak, akiknek szükségük van termékre a frissítéshez, nekem nincsen, és ezáltal olyan nincs rajta hajlak. Mint mutattam, rugalmasak és fényesek a tincsek, tehát nem kemény a haj, hanem puha és jó hozzáérni. Itt most majd mutatok nektek ilyen 2-3-4 napos hajakat is, hogy lássátok, hogy hogyan fejlődik a haja hajmosás után. Abszolút vállalható még, és ennyit kell még tudni, ismét szeretném elmondani, hogy viszont mivel nem fésülködöm, ezért hajmosáskor ijesztő mennyiség tud kijönni, de ez normális mennyiség, hogyha összegyűjtenétek egyébként a hajkeféből ugyanennyi napnyi hajszálat, az ugyanekkora mennyiség lenne. Most még annyit fogok tenni, hogy felborzolom egy kicsit a tövét, hogy lássátok, hogy egyébként lehetne ez még dúsabb is, hogyha akarom. Ilyen tehát a borzolás után. Nekem nagyon tetszik, én nagyon élvezem, hogy rugalmas és fényes göndörtincseim vannak. És még annyit hadd mondjak el, hogy persze nem kell meglepődni ezen, hiszen az élet minden terén ez van, de olvastam olyanokat külföldi oldalakon, hogy akinek így lesz ennyire göndör a haja, az valójában csak egy imposztor, ő nem is valódi göndörhajú, hiszen aki valódi göndörhajú, az kifésülés után is ugyanígy visszaugrik a haja, és ugyanilyen göndör. Erre annyit tudok mondani, hogy igen, csak akkor neki is színnek az a haja, úgyhogy valószínűleg ő is alkalmazza ugyanezeket a módszereket, hogy definiáltabb, szép tincseket érjen el, és hát nem tudom, de hogyha ez nem göndör a saját göndörségemmel, akkor vajon micsoda a göndör. Úgyhogy hát van, akinek kicsit nagyobb biztatásra van szüksége a hajának, hogy előjöjjön ez belőle, vagy hullámosnak is nevezhető, egyébként ezen megint veszekedhetünk, hogy ez most hullámos vagy göndöre, de szerintem mindenki formázza, hogy szeretné, ennyire valaki kivasalja, az is egy imposztor, hiszen nem egyenes a haja, akkor miért hazudja, hogy egyenes? Szerintem mindenki formázza úgy, ahogy szeretné, de minden esetre én nagyon örülök annak, hogy egyre inkább trendje van annak, hogy göndörhajjal jelennek meg emberek, és igenis gyönyörű ez a dolog, és nagyon remélem, hogy egyre többen fognak arra ráébredni, hogy a göndör meg a hullámos haj szép, nagyon jól néz ki, nem kell tagadni, nem kell naponta vasalással kínozni a hajunkat. És még annyit hadd mondjak el, hogy nagyon sokaknak a hajában benne van a hullámos vagy göndörhaj lehetősége, csak mivel vizesen kifésülik, ezért szinte egyenes lesz a haja, és csak annyit érzékelnek belőle, hogy szöszös kezelhetetlen, folyton össze-vissza áll, ezért inkább vasolják, hogy rendezettebb legyen. Érdemes lehet egy ilyen mosással kísérletet tenni, és lehet, hogy kiderül, hogy sokkal hullámosabb vagy göndörebb a hajatok, mint gondoltátok. Esetleg akár az otthon lévő termékekkel, vagy akár az itt bemutatott Balea termékekkel, amelyek egyáltalán nem drágák, ugye még a Fructis is abszolút az elérhető kategóriában van. Itt van ez a hajpakolás, nem tudom, hogy mikor volt kedvenc, szerintem tavaly ilyenkor lehetett már. És még mindig van benne bőven, szóval igazából nem egy nagy befektetés, hogy próbát tegyetek ezzel, ha pedig kiderül, hogy nem hullámos vagy nem göndör, akkor is hasznotok lehet belőle, mert ezek olyan összetevőkkel készülő termékek, amelyek egészségesebbé teszik a hajat, illetve a hőkerülése is csak jót tehet a hajatoknak, hogyha esetleg egyenesíteni szeretnétek, akkor biztos vannak hőmentes megoldások, illetve esetleg nem a legmagasabb fokozaton fogjátok majd a hajatokat sütni, hogy minél több nedvesség és minél több egészséges dolog maradjon a hajatokban, és esetleg a tietek is fényesebb és egészségesebb lehessen. Az utolsó dolog pedig, amelyet szeretnék elmondani, az az, hogy miért mondtam, hogy kiengedem a hajam és borzolom. Nos, ide fogok tenni most, hogy általában, amikor valamit csinálnom kell, akár itthon, akár kertészkedem, akár valamiért zavar a hajam takarítás közben, össze szoktam fogni a hajamat, és erre van az, amelyre viszont tényleg nem tudok magyar kifejezés, hogy a scrunchie, az hogy van magyarul. Ez ugye az a fajta hajgumi, amelyben van egy gumi, de egyébként anyag van rajta, amely ilyen ráncosan megy körbe rajta, és tudok mutatni, csak nekem minikében van, mert ilyet találtam a DM-ben, de nagyon meg is szerettem, ez ilyen kis mini scrunchie, az Ebelin, tehát a DM saját márkájának a kínálatából, ezzel fogom össze a hajamat, és úgy szoktam, hogy összesen 2-ször hurkolom át, tehát nem szorítja a hajat, és ezáltal, hogy egy pici ilyen kontyszerűséget alkotok belőle, tehát nem cofban van, hanem ilyen hurok kontyban, a göndörfürtök megmaradnak, nem károsodnak, nem alszom el őket, és másnap borzolással szinte ugyanezt a frizurát tudom ezáltal elérni, úgyhogy nagyon kíméli a hajat. Aki pedig nagyon elvetemült, az használ még selyemsapkát, illetve sejem vagy szatén párnahúzatot szoktak javasolni, hogy ne károsítsa a hajat, és még inkább egészséges maradhasson. Én erre figyelek, hogy összefogva van, amikor alszom, illetve hogy pamut, sima párnám van, tehát nem használok szatént, de még így is azt tudtam elérni, hogy valóban egy hosszabb haj is kifejezetten egészséges és fényes volt. Hosszú távon nagyon-nagyon beválik ez a módszer. Ennyi volt tehát a mai videó, remélem, hogy hasznos tippeket tudtam nektek biztosítani, illetve azt is, hogy kipróbáljátok ezeket a módszereket, és esetleg akár göndören, akár nem göndören egészségesebb hajat értek el mindannyian. Köszönöm, hogyha itt voltatok velem, gyertek máskor is, ja, és hogyha vannak göndörhajas tippetek, nyugodtan a megjegyzésekben osszátok meg egymással, segítsetek egymásnak is. Legyen csodás napotok, sziasztok!